befújja ide a tubi levegőjét, befújja a tisztító térbe. A boiler szereség megcsinálták szépen falukon, de osztóból megy minden. Kívülire az osztó, meg a boiler összekében az falukon kívül. És azt mondták, hogy a fűtés is ilyen megoldása, ma értünk a ivóvizsgálatok javító projektnek a utolsó kivitelezési napjához. Ma kezdődik meg a műszaki átadás átvételi munka, itt Derecskén és másik 11 településen is, hiszen ez egy közös munkánk volt, egy társulás jött létre 12 településből. Azt tudjuk, hogy a munka mindenhol elkészült. Az, hogy eredményes-e, az a következő napokban fog kiderülni, hiszen ugye itt nagyon bonyolult laboratóriumi vizsgálatok fogják eldönteni, hogy ez a víz a lakosság részére fogyasztható lesz-e. Természetesen abban bízunk, hogy minden településen igen. Minden településen probléma volt az ivóvízzel, volt, ahol súlyosabb volt, tehát még mondjuk arzént is tartalmazott a határértéktől többet. Ezen kívül zömében vas, mangán, gáz és ammónium az, amit el kellett távolítani településenként különböző mértékben az ivóvízből. Egy 2 milliárdos projekt. Nagyjából ennyit nyert a 12 település rá 2012-ben, már több mint 3 esztendeje. 3 helyen össze lesznek kötve települések hálózatai. Erre azért volt szükség, mert csak egy-egy településen volt megfelelő az ivóvízminőség, és mostantól mondjuk Bárándon és Tétlenül is a Kapai vizet ihatják, illetve Furtán és Vekelden zsákáról kapják a vizet, mert a zsákai víz volt erre alkalmas. Derecskét szerencsére talán a legkevesebb probléma volt alapvetően a nyersvízzel is. Máshova nem szállítunk csövön vizet, ami még nagyon fontos viszont, ez valamennyi településre igaz, hogy kizárólag biológiai úton lesz tisztítva a víz, tehát vegyszerek hozzáadása nélkül. Ha valaki mégis érez hipót vagy vegyszert a vízben valamelyik településen, az azért van, hogy a csőben ne romolhasson el ez a minőség, esetleg azért kell hozzá adagolni, vagy hogy a cső belső falán ne tudjon, ez a cső alatt azt értem, amikor a falvakon, városokban mennek a föld alatt, hogy azokban se tudjon valami fertőzés kialakulni. De maga a tisztítási technológia az teljesen vegyszermentes. Amint megérkezik az összes laboratórium eredmény, ezt utána továbbítanunk kell a ANTS-hez. Az ANTS azután ad egy úgymond lakossági hálózatra bocsátáshoz szükséges engedély. Én bízom benne, hogy ez legkésőbb januárban meg lesz, és akkortól az itt javított vizet fogják a derecskei lakosok inni. Üzemeltető váltás nem lesz, de Derecskén ugye a Tisza menti regionális vízművek a szolgáltató, mindenhol megmarad a szolgáltató az, aki eddig volt. Ezt a többletvagyont is úgymond használatra átadjuk a szolgáltatóknak, és ők fogják továbbra is változatlan ellátni a feladatot. Ez van, ahol a debreceni vízmű, van, ahol a Tisza menti regionális vízművek. Igyekeztünk arra figyelni, hogy ez ne drága technológiák legyenek. Tehát maga az ivóvíznek az előállítása sem fog többe kerülni. Például szivattyúcserék történtek meg, és nyilvánvalóan egy ma üzembe helyezett szivattyúnak a fogyasztása jóval kevesebb, mint egy 20-30 éve üzembe helyezetté. Nyilvánvaló az is, hogy bizonyos technológiáknak a működtetésén azért keletkeznek többet költségek, gyakrabban kell szervizelni, drágább az alkatrészek, de ez a kettő kiegyenlíti egymást, tehát ez nem indokol ivóvízdíj változást. Van egy 5 éves fenntartási időszak, és ezt a közreműködő szervezet fogja megmondani, hogy fent kell-e maradni a társulásnak, ha fent marad, akkor elvégzi ezt a feladatát is, alapvetően nem tartjuk szükségesnek, mert a vagyont azt a települések kapják meg. Tehát amelyik településen ami épült, az az önkormányzat tulajdonába száll át, tehát a társulásnak nem lesz vagyona, úgy pedig azt gondolom, hogy nem sok értelme fenntartani, de ha ez a jogi elvárás, akkor megteszünk. Bakó polgármester úrral jó a kapcsolatunk, és ő bevállalta, hogy szívesen jönnek ide az emberek. Én is szívesen jövök. Ettől kezdve nem kérdés, hogy hol is legyen ez. Hát most itt vagyunk Derecskén. De tulajdonképpen a történet apropója, mint egy 50 évvel ezelőtt kezdődött, amikor is Nádudvaron megépült a vízhálózat, akkor korszerű eternit csövekkel, és bizony-bizony, ennek a szavatosság ideje réges-régen lejárt, tehát ha ez az uniós pályázati lehetőség nem lett volna, akkor önerőből is meg kellett volna oldanunk bizonyos problémákat. Nádudvar ebből az uniós pályázatból mintegy 230 millió forintot kapott, és egy picit, hogy beszéljek a műszaki dolgokról, ebben 50
500 méternyi vezetéket sikerült lefektetni. Ez az 500 méteres vezeték szakasz, ez azt a célt szolgálja, hogy a végvezetékeket összekötötték. Na most, ha a végvezetékeket összekötjük, akkor a folyadék áramlása sokkal tökéletesebb. Mellette mintegy 50 tolózárat helyeztek el, 10 tisztítórendszert. A tisztítórendszernek az a célja, hogy a régi Eternit csövet egy szivacsos technológiával lehet most már tisztítani, és tisztább, egészségesebb lesz az ivóvíz, amit mi ezáltal fogyaszthatunk. Nálunk is van, mint amit a háttérben látszik, egy rendszerünk, ahol egy vízműrendszerünk, ahova hasonló gépeket, berendezéseket helyeztek el, és hadd mondjam el a tisztelt nézőknek, hogy itt a technika csodája, hogy egy biológiai tisztítórendszer épült föl. Vegyszer nélkül sikerül egészséges ivóvizet biztosítanunk. Nádudvaron különösebb problémát egyik anyag sem jelentett, egyes egyedül az arzén. És ezzel a biológiai tisztítórendszerrel az arzén mennyiséget az uniós szabványoknak megfelelő szintre tudjuk levinni. Derecske és Nádudvar között mindig is példaértékű volt a kapcsolat, és én úgy gondolom, hogy Bakó polgármester úr személye a garancia arra, hogy itt minden tökéletesen megy, ment és menni fog. Én nagyon szeretném, ha fennmaradna ez a kapcsolat. Kell is, hogy fennmaradjon, hisz céljaink vannak. Tehát, mint hogy említettem a beszédem elején, hogy Eternit csővezeték van, és ha pályázati lehetőség lesz, akkor keressük egymás társaságát, és megpróbálunk közösen pályázni a régi vezetékek kiváltására. Vannak elképzelések, és ha jó a partneri kapcsolat, akkor már csak azt a tényt kell megkeresni, hogy miben tudunk együttműködni a jövőben is. Senki nem mondta, hogy nem szép. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Üdvözlök mindenkit, aki a ivóvízminőség javító program záró rendezvényén megtisztel jelenlétével bennünket. Mielőtt a száraz tényeket ismertetném, előtte hadd mondjam el, hogy valamennyien tudjuk, hogy annak a 12 településnek, akik részt vesznek ebben a uniós projektben, az egyik legnagyobb kincsünkkel, az ivóvízzel kellett foglalatoskodnunk. Ezt igyekeztünk kellő hangsúlyjal, komolysággal, odafigyeléssel figyelembe venni az egész projekt ideje alatt, hiszen valóban, amit most teszünk, annak több évre, de nyugodtan kijelenthetjük, hogy több évtizedre kihat a életünkre, és nem csak a miénkreből következően, hanem a gyermekeinkére, vagy talán még az unokáinkére is. Több településen megelőzte az ivóvízminőség javító programot a szennyvízprojekt,
Ez azt gondolom, hogy így helyes, hiszen azzal védjük az ivóvíz bázist, ezzel pedig abból a nyersvízből iható minden határértéknek megfelelő ivóvizet fogunk tudni lakosainak biztosítani. És akkor néhány dátum és adat. A támogatási szerződést 2012. április 19-én írtuk alá, ez a második kör. Ugye mindannyian tudjuk, hogy volt egy első kör, amit még a regionális fejlesztés ügynökség hát jó néhány évvel ezelőtt indított. Tehát azt gondolom, hogy ez legalább egy 6-8-9 esztendős projekt. A kivitelezésre és a tervezési munkákra 2013. november 21 napján írtuk alá a szerződést. Látjuk, hogy másfél esztendő eltelt a kettő között, ez a közbeszerzési viszontagságokkal terhes időszak volt. Ezt követően 2014. április 30-án adtuk át a munkaterületet a kivitelezőknek az építési munkák megkezdéséhez. A támogatási szerződést többször módosítottuk, és lehet, hogy még a jövő heti ülésünkön fogjuk is. Ebben a legfontosabb változás az, hogy a mai napra, azaz 2015. november 30-ára tolódott ki több okból kifolyólag a kivitelezés határideje. A jelenleg hatályos támogatási szerződésünk alapján 2 milliárd 19 millió 338.395 forintos a projekt. Két esetben, az egyik Kabát érinti, a másik Nádudvart, kiegészítő közbeszerzést is kellett írnunk, Kabán a vízműépület felújítására, Nádudvaron kútbekötő vezeték képítésére, felújítására. Említettem már, hogy 12 település érintett, nem mind a 12 településen épült új technológia, hiszen vannak olyan települések, ahol egymást látják kell, egy másik vízmű a másik települést. Így van ez Kaba esetében, mert Báránd és Tetétlen is onnan kapja a vizet, illetve Zsáka esetében Furta és Veker Zsákáról fogja kapni az egészséges ivóvizet. Hogy milyen problémák voltak korábban a nyersvízzel, illetve ebből következően még a technológia nem volt tökéletes az ivóvizünkkel is, ez településenként változott. Alapvetően volt, ahol arzén problémák voltak, vas, mangán, gáz, illetve ammónium tartalom. A pályázat kiírása során biológiai tisztítás mellett döntöttünk. Kimondhatjuk, hogy valamennyi településen vegyszermentesen történik meg a víznek a tisztítása. Ha a lakosok valamiért mégis találhatnak vegyszert az ivóvízükben, az azért van, hogy a hálózatban ne tudjon ez a jó minőségű víz elromlani, tehát fertőzés és egyéb dolgok megakadályozása miatt. A 12 település azt gondolom, hogy nagyon jól együtt tudott működni ez alatt a sok-sok esztendő alatt. Nyilvánvaló következő nagy feladat ránk az elszámolás vár. Bízom benne, hogy ez a jó együttműködés meg fog maradni. Ma november 30-án, amelyet, hogy záró rendezvényünk van, ha megkezdődött a műszaki átadás átvétel is, ahol a kivitelező és a mérnök, üzemeltetők, illetve a társulás át fogja venni a munkát, illetve a laboratóriumban vannak azok a vízminták, amik alátámasztják a kivitelezőket, hogy elvégezték a megfelelő munkát. Ezt követően egy pénzügyi elszámolás indul, és mindezzel idén, decemberben végeznünk is kell. Én köszönöm mindenkinek, aki ebben a projektben sokat tett azért, hogy a jövőben egészséges ivóvízünk legyen. Köszönöm a valamennyi résztvevő településnek, köszönöm a kivitelezőnek, a mérnöknek, illetve az üzemeltetőknek is a munkáját. Tisztában vagyunk vele, hogy a projekttel kapcsolatos ténykedésük sem ért véget ma, hiszen valószínűleg a következő 1-2-3 hónapban hatalmas teendők vannak még. Tudom, hogy ebben már az együttműködés ki is alakult az üzemeltető
illetve a kivitelező között. Végezetül, ha már decemberre fordulunk holnap, minden jövőnek hadd kívánjak áldott ünnepeket és boldog új esztendőt. Ezennel a projektet lezárjuk, de csak ebben az értelemben, amit eddig elmondtam. Köszönöm szépen! És említette, 2013. november végén kötöttük meg a vállalkozási szerződést egy igen hosszú közbeszerzési eljárás eredményeképpen, és akkor kezdődött el egy komoly tervezői munka, tervezői egyeztetés az akkori üzemeltetőkkel. Mai napra értünk el odáig, hogy mondhatjuk, hogy minden településen jó minőségű ivóvizet lehet szolgáltatni, amennyiben a hálózatra bocsátáshoz a hatóság hozzájárul. Itt gyakorlatilag nagyon komoly türelemre és megértésre volt szükség az érintett települések lakosságától, akiknek ezúton is megköszönöm a türelmét és együttműködését. Egy több mint 35 vízjogi engedélyt kellett beszerezzünk a projekt megvalósítása előtt. Ez egy igen komoly tervezői munkát igényelt. Ezt követően tudtuk elkezdeni nem csak a vízműtelepeknek az építését, rekonstrukcióját, hanem magát a hálózat rekonstrukciót, távvezetékek építését is. Egyszerre több helyszínen zajlott a kivitelezés, melynek ugye a mai napon láthatjuk az eredményét. Csak az engedélyek befolyásolták a kezdési sorrendet, ahol leghamarabb vízjogi létesítési engedélyünk volt, ott elkezdtük a munkát. Igyekeztünk párhuzamosan dolgozni. Igazából mindegyik projektelemnek megvolt a maga nehézsége és sajátossága. Mondhatjuk azt, hogy Derecske talán az a település, ahol új vízmű épületet építettünk. Nem csak a gépészet új, hanem az udvartéri műtárgyak is újak, tehát egy teljesen új létesítmény épült, illetve Zsáka település kapott még kompletten új vízműtelepet. Ezeken a településeken volt a legsokrétűbb a munka. Úgy gondolom, hogy bárcsak mindig ilyen jó partnerrel tudnánk dolgozni, üzemeltetők részéről is megkaptuk azt a segítséget, ami kellett ahhoz, hogy befejezzük a munkát. Van egy 36 hónapos garanciális időszak, mely alatt nem csak a műszaki meghibásodásokért kell helytálljunk, hanem garantáljuk az ivóvíz stabil minőségét is. Tehát az együttműködés ebben a formában nem szűnik meg, és az csak a jövő titka, hogy milyen beruházásra készül a társulás, illetve az érintett település közbeszerzési eljáráson tudunk-e újra együtt dolgozni. Ez egy általánosan elfogadott dolog, hogy itt ugye vegyszermentes tisztítása folyik a víznek, de a továbbításhoz csak használni kell vegyszereket. Tehát a innen kikerülő tisztított víz a csapból hogyan jön ki? Lehet-e érezni rajta majd valamit?
Mindenképpen megváltozik a víznek az íze, hiszen eddig ugye a vas mangán túllépte a megengedett határértékeket, egyes településeken a bor arzénnal is gond volt. Na most ezek a problémák megoldódnak, nyilván ez a víznek az ízében tükröződni fog, illetve a kérdés azon részére válasz, hogy miért kell mégis vegyszer a technológia után, az pont azért, hogy a települési hálózatban elég sokáig tartózkodik a víz, és ott nehogy a mikrobiológia olyan szintben felszaporodjanak a baktériumok, hogy az az egészségre veszélyes vagy káros legyen. Tehát ennek csupán csak higiéniai oka van, magához a vízkezeléshez vegyszer nem kerül felhasználásra. Nekünk is fontos, hogy ahol kivitelezünk és egy új rendszert beállítunk, az tartósan jól működjön. Ezért is van garanciális kötelezettségünk és egy igen hosszú garanciális időszak, illetve a tapasztalatunk az, hogy ahol megvalósult a projekt, ott a lakosság megelégedésével zárult ez.